A videót az alza.hu támogatta. Linkek a leírásban. Szép jó napot kívánok mindenkinek! Ma nem vártam vendéget, de tudod mit? Rátszánok 15 percet a nagyon zsúfolt életemből. A szobámra vagy kíváncsi? Gyere, tarts velem! Így szerintem elég pró leszek, tehát így azért jól nézek, tehát azért így úgy nézek ki, mint aki gazdag, ne? Sziasztok, én Owen McHenry vagyok, és eljött egy újabb ikonikus pillanata a csatornának, hogy végigvezetlek titeket Owen McHenry szobájába, látni fogjátok, hogy hol készülnek nap mint nap a videók, látni fogjátok, hogy Owen McHenrynek milyen piszkos fantáziái vannak, mert olyan dolgai vannak a szobában, hogy az elképesztő. Látni fogsz mindent, az oknimat, az alsógatyámat. Erre voltál kíváncsi? Content 2018, YouTube, Owen. Viccet félretéve, srácok, nagyon sokan kértettek egy roomtour videót. Nem tudom, miért ragaszkodtok ennyire, hogy megnézzük a szobámat. Úgysem, nincs itt semmi, nincs holttest, nincs el kirabolt bankpénz, nem? Akkor kezdeném is a legfontosabb dologgal, a parkettával. Nagyon jó, egy kicsit koszos, ez mi például, nem tudom. Ja, parketta, rá lehet lépni. Tehát látod, ráléptem, és meg, simán meg tudok rajta állni. Viccen kívül az ajtómon látható az első olyan úgymond molinóm, ami előtt a rendezvényeken szoktam ugye tartózkodni. Az volt a tervem, hogy mindenki ráírja a nevét, aki valahogy is a szobámba tartózkodott. Hát eléggé forever alone vagyok, ami úgy látszik, nem csak igazából az az igazság, hogy elfelejtették aláírni. Szóval ez volt az első molinóm, és most tulajdonképpen ezt akarja el, ezt a nem túl dizájnos ajtót. De ez szerintem tök jó. Nem? De. És hát akkor itt van a szekrényem, amin rajta van az övem és az egyik pólóm, és itt van egy Owen McHenry-s terítő talán, vagy nem is tudom mi ez, de ilyen hosszú, ahogy látjátok, de a Béla bácsis termékminta van rajta. Még egyébként ilyen Owen McHenry-s dolgokat még fogtok látni majd a szobába, az tuti. Például itt van egy kis oldaltáska, ezeket csak úgy megtartottam emléknek, sose lehet tudni, hogy mire kell, meg amúgy is hát Owen McHenry-s, és hát az Owen McHenry-s dolgokat én gyűjtöm, mert nagyon szeretem azt a videóst. Itt van a kis ágyam, ami jelenleg egyszemélyes, de most már jó lenne venni egy több személyest is, mert most már kezdenek problémák lenni vele, viszont rajta vannak az eddigi termék mintáim, amiket úgymond így ti is ismertek már, ugye Mr. Fish, Dead by Daylight, ugye a Debes, a mostani, ugye ez a legújabb, ezt nem kell gondolom bemutatni, és itt van ugye a jófejséges, jófej vagyok pána, ugye ami a kampányom alatti kedves adományozók kaphatták meg úgymond ilyen ajándékba. Ugye szerveztek nekem egy ilyen kampányt, amelyben a debreceni állatmen helyett segítettem, és erre egyébként nagyon büszke vagyok erre a tettemre, és tényleg örülök, hogy tudtunk segíteni az állatoknak. Itt van egy hatalmas nagy Mr. Fish, Ultra Mega Mr. Fish-t, ezt az egyik nézőntől kaptam, képzeljétek el, Mine Cinemán odaadták nekem, hogy tessék, itt van, és ilyen hatalmas. Tehát ez még nagyon mint Fish, és nem tudom, mindig szoktam kapni ilyen ajándékokat a rendezvényeken, és valaki odaállított egy ilyennel, hogy vigyem haza nekem, hogy hát meg is voltam lepődve, meg egy kicsit így örültem is neki. Én mindennek nagyon szoktam örülni, úgyhogy aludjál. Szobám egyik másik fontos helyszíne, ugye a polcom, aminek a legtetején ugye egy Chucky Baba látható és az Umbreon, ugye a kedvenc Pokémonom, és szintén egy cápi, amit szintén egy nézőtől kaptam, szintén a My Cinemán, úgyhogy ő is itt van, egy félig lelóg, de fejet vág, és ez nekünk pont elég. Ha egy kicsit lentebb megyünk, akkor láthatunk egy nagyon-nagyon szép Jason Voorhees maszkot, képeket az én csajaimról. Tudni kell rólam, hogy nagyon nagy DC, illetve Marvel fan vagyok, tehát nagyon szeretem a képeket, nagyon szeretem a DC-t és a Marvelt is. Nem teszek különbséget a kettő között, mind a kettőt nagyon szeretem. Itt van egy Five Nights at Candy's gyurma, amit szintén egy nézőtől kaptam, ez egy kis Loretta, aminek sajnos eltölt a valamilyen, de ezt is egy nézőtől kaptunk, de megőriztük. Az ott laptopi, az ott egy közös kép Lauval, az ott a világ legjobb videós a díjam, amire nagyon büszke vagyok, ami egyébként ajándékba kaptam. Egy Minecraft malac.
amit szintén Laurától kaptam, még azt hiszem a Szegedi Play-ten. Amint mondtam, Marvel, illetve DC fan vagyok, a Pókember hazatérés. Ez mondjuk az egyik kedvenc kötetem. Ez egy képregény, és még nagyon sok képregény van itt egyébként, amit tudnék mutogatni. Van itt Overwatch, Fight Nights at Freddy's-es ilyen Minecraft-féle Bonnie, ugye a processzoromnak a dobozom, ugye általában minden dobozt megtartok, minden alkatrész dobozt megtartok, amire mert sose lehet tudni, mikor van rá szükség, meghibásodik, ugye a garancia, csak így veszik vissza, úgyhogy nálam előfordulnak ezek a dobozok, lehet, hogy zavaró, de én szeretem magamnál tartani, mert utána nincs kedvem keresgélni. Ez itt a 200 ezer feliratkozós Star Network külön díja, amit kaptam, és ezt a nagyon szép dizájnt, ezt a Laura tervezte hozzá. Ráadásul ez egy iskolai projektje is volt, tehát ez volt neki úgymond az iskolai feladata, és szerintem nagyon jó, nagyon jó. Ahogy mondtam, itt vannak a képregények, Pókembertől kezdve, Marmeltől kezdve, minden Walking Dead is van, és nagyon régi képregényeket is. Kicsit lentebb megyek, akkor itt még található egy Enderman, egy gameshow-s bögrében, amit az egyik Play-ten nyertem, azt hiszem. Ezen a bögrén egyébként rajta van néhány videós aláírása, akivel fenn voltam a színpadon, ugyanis én ezt megnyertem. Ugye így játszottunk meg ilyesmi, és én nyertem. Azt hiszem Istének van rajta az aláírása, Radics Petinek, Nosikának és Zsozé atyának. Úgyhogy erre büszke vagyok, ez egy ilyen relikvia, nekem nagyon tetszik. Ott van egy Balcraftos debreceni italkönyv, ami véletlen nálam maradt. Ezt majd vissza kéne vinni a Balcraftba. Fight Nights at Freddy's-es könyv, The Silver Eye, ami ugye nem magyar, de ezt egyik kedves nézőtől kaptam, aminek nagyon örülök. Úgy nagyjából bele-bele olvasgattam, de azt tudni kell ugye rólam, hogy nincsen perfekt angolom, de ettől függetlenül nagyon szeretem ezt a könyvet, de örülnék neki, hogyha magyarban lenne meg, de egyelőre így is nagy relikvia számomra. Ez a könyv szeret téged, a hivatalos PewDiePie könyv, ezt itt már magyarul is meg lehet venni, srácok. Nagyon-nagyon sok írás nincs benne, viszont nagyon durva és nagyon vicces ez a könyv, szóval ezt csak ajánlani tudom. Én ezt megmondom, hogy szerintem ezt Tesco-ba vettem. Mester MC-s pezsgő, amit karácsonyra küldött nekem a cég, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon bedesző néz ki, úgyhogy megtartottam, és még egy cukiság. Azt ugye tudni kell a szobámról, hogy nagyon szeretem beposzterezni. Tehát nekem akármennyi szobám volt eddig, összesen 3 életemben mindig tele volt, mindig tele volt poszterrel, és itt látható, hogy gyorsan egy Batman-es poszter. Itt van mellette egy Dr. Who, ki vagy Doki poszter, ami szerintem nagyon jól néz ki. Felül pedig a Marvel-es poszter látható ugye a szuperhősökkel. Ezt egyébként egy előfizetéshez kaptam, mert ugye kiadtak most egy ilyen óriási képegényűjteményt megint, és ahhoz küldték. Mellette van egy Guardian of the Galaxy poszter, ami szintén szerintem nagyon jól néz ki, és egyébként szeretem is, bár szerintem nekem csak az első része jött be, bocsi. Alatta egy Minecraft poszter látható, ami egy creeper. Igen, Minecraft poszter van a szobámban. És? Van valami probléma? Hát itt van a Star hölgyem és uraim. A tévé tetején, amit egyébként nem szoktam bekapcsolni, mert nem nézek tévét. A sztár. Ő a sztár, itt van velünk, látjátok, épségben van. Itt van egyébként egy Fortnite-os sapka. Itt vannak a sapkáim egyébként. Nagyon-nagyon sok sapkám van. Ez egyébként egy Freddy Krueger max, de már annyira össze van fonnyadva. Most ez így nem nyúltam hozzá. Tudom, ez igénytelenül néz ki, de mindegy. Ez itt egy sapka, amin szintén videósok aláírása van. Fight Night at Freddy's sapka, amit egyébként nagyon szeretek. És a Geek Corner-nél vettem. Nagyon örülök neki, hogy találtam. Itt van még egy sapi, azt hiszem ez alatt is vannak még sapkák. Itt van ez Owen McCary sapim is van, ahogy láthatjátok. Szóval én nagyon szeretem a sapkákat. Tényleg nagyon szeretem a sapkákat, most is van rajtam egy, és Mr. Fish. Akkor már megmutattam egyébként a táskámat is, ami szintén Fight Nights at Freddy's, és már mindig, akárhányszor találkoztam srácokkal, mindig kérdezték tőlem, hogy honnan vettem ezt. És én ezt is a Geek Corner-től vettem. Gyerekek, a Geek Corner egy budapesti ilyen geek üzlet, minden Play-It rendezvényen és más rendezvényen kint szoktak lenni. Én nekem az első dolgom az, hogy oda megyek és megnézem a standot, hogy van-e valami újdonság, és ha van, akkor azt megveszem. És ilyen relikviákat szoktam találni, bár nagyon ritkán fordul elő, de én nagyon szeretem ezt a kis táskát. Egyedi. Szerintem egyedi. És hát akkor itt az ideje bemenni a szobának a ma területébe, ahol Owen McCary a videóit szokta elkészíteni. Gyertek!
Kicsit bentebb jöttünk a szobába, és ugye itt van nekem az egyik kedvenc polcom, amin rengeteg cucc látható. Ha gondoljátok, mindegyiken végigmegyünk. Akarjátok, hogy végigmegyünk? Persze, hogy akarjátok. Felül egy ilyen egyszerű karácsonyfa díszíti a szobámat, amit egyébként én nagyon szeretem, hogyha csili-vili a szobám. Én nem tudom, én nagyon szeretem, hogyha csillog-villog a szobám. Egy mostani, legújabb mintával ellátott egérpad, amit csak úgy itt van, nem tudom, ide tettem. Egy növény, ami trollkodik. Egy Sea of Thieves-es Xbox kontroller, amit egyébként ugyanúgy PC-hez is tudom használni, tehát nekem nincs konzolom, sajnos nincs, de van két joystickom, és hogyha tud, van itt velem valaki, és ha esetleg olyan videót akarunk csinálni, akkor ez megteszi. Itt van velünk Csika, háttérben egy bendis kis plüss, egy pici Freddy, egy Máriós. Hú, mi a neved? Elfelejtettem, de mindegy. És egy kicsit lendebb jövök, itt látható Bonnie, aki egészen jól tolja a zenét, és éppen a Golden Freddy-re néz, hogy hey, mi van veled? Itt van mellettem Foxy, és akinek sajnos a félkeze hiányzik. Itt van Mangle, Funtime, Mangle, vagy Funtime Foxy? Nem, már hülye vagyok, ez nem Mangle. Hát mindegy. És itt van az én kedvencem, Springtrap. Egyébként ezeket a figurákat szintén az egyik nézőmtől kaptam, amit innen is nagyon szépen köszönök, kivéve a fehéret, mert én azt külön vettem hozzá. Elmondanom, hogy ez a szobor kitábrázol. Egyébként egy csomó felakasztott nyaklánc van rajta. Óvemeked is. Minden óvemeked is, érted? A Foxy csapkám, amit ugye nagyon sok videóban már láthattatok, és még fogtok is látni. Ugye itt vannak a maszkjaim, ugye a Michael Myers maszk, ugye van itt nekem egy kalózom, meg Sea of Thieves live-okhoz majd fogom használni. Ugye a nemrég látott maszkom ugye a Horse McKendry, és alatta van a Bat Kendry is, de azt most így félkézzel nem tudom nektek megmutatni, de a maszkjaimat azokat itt találjátok meg. Elég zsúfolt, meg ilyesmi, de szerintem nagyon jól néz ki messziről. Van egy hivatalos Jasso kardom, amit már az egyik videóban megmutattam. Ezt a Mondokonon vettem. Ez egy Jasso kard. Nem azért, mert Jasso main vagyok, csak szerintem nagyon durván néz ki. Van itt egy műanyagból egy Attack on Titan-es kardom is, ami azért vettem meg, mert az Attack on Titan az egyik olyan anime, amit eddig úgy voltam vele, hogy tetszik. Ugye szintén dobozok. Szintén dobozok, mert hogyha bármilyen baja esik bárminek, akkor azonnal el kell csomagolni, és azonnal vissza kell küldeni, hogy esetleg kicseréljék, vagy ilyesmi. És már jártam úgy, hogy elromlott valamim, és nem volt meg a dobozza. És az baj. Dezsi Armstrong, hogy vagy? Nem replay. Tudom, hogy ezt az embert bemutassam-e nektek. Szerintem a szeme sem áll jól. A szemfüles nézőim észrevették, hogy régen ez volt a háttér. Ugye, ez volt a videóban, ez a háttér látszódott, ez a Daredevil-ös poszter. Itt még látható egy pár érdekes maszk, ugye, fűrész, PD2-ös maszk, és ott van hátul ugye a Freddy, a Golden Freddy maszk, amit szintén egy nézőmtől kaptam, innen is nagyon-nagyon szépen köszönöm! Még vannak ilyen kis szukiságok, ugye egy porós sapka, amit nem szoktam felvenni, amit felszoktam venni, az ugye itt van. Ezt majd mindjárt mutatom. Ugye itt még van Bonnie plüss, Minecraft kard, illetve, ja, van itt egy-két dolog. Én ezeket egyébként gyűjteni szoktam, ott van például egy Springtrap plüss is. Én ezeket gyűjtöm, én szeretem az ilyen nagyon különleges dolgokat gyűjteni, úgyhogy igen, ez király. És hát akkor eljött a pillanat, mutatnám a setup részét a... Ja, nem oda kell nézni, hanem ide. Mutatnám a setup részét a szobámnak, hogy hol szoktak készülni a videók. Bizonyára ez a legérdekesebb része a videónak, úgyhogy gyertek, nézzük meg! És hát itt az eredeti setupot láthatjátok, ami teljes egészében megvolt eredetileg is, amire úgymond én gyűjtöttem. Emlékszem, amikor elkezdtem a videózást, egy 4.3-as monitorom volt, viszont ezt az asztalt azóta se cseréltem le, bár lehet, hogy lekéne, mert eléggé fapados, de ez az asztal végig követte Owen McHenry-nek úgymond a karrierjét, vagy nem tudom, hogy mondjam, végig követte. Szeretem ezt az asztalt, nem sok mindenféle rajta, az biztos, viszont nagyon-nagyon szeretem, és nagyon fájna a szívem, ha meg kéne tőle válni, akármilyen öreg szegény, nagyon büszke vagyok rá, hogy már 2 darab költözést is kibírt.
Lehet, hogy majd egy külön videót fogok lehozni csak a gépekről, hogy arról beszélek, hogy milyen, mi van a gépben, meg ilyesmi, most úgy most szobáról van szó. Ugye az Auna mikrofon, amivel Owen McCrae szokott ugye beszélni, ezt ugye nem kell bemutatnom. Itt van egy HyperX füles, itt vannak még fülesek, amiket tetszőlegesen szoktam használni, mikor mit csinálok. Ugye gép tetejére nem szokás rakni semmit, főleg nem, hogy ott jön ki a gőz. A gőz! De mégis Owen McCrae oda rakja, mert egy idióta állat. Itt van egy softbox, bocsánat, itt egy softbox, amivel megszoktam magamat világítani, viszont szükségem lesz még egyre, ez biztos, hogy szükségem lesz még egyre. Ott is van egy bohóc maszk, Owen McCrae poszter. Ugye két monitort szoktam használni, azért is két monitort szoktam használni, mert hogyha mondjuk ezen megy a felvétel, közben tudod, játszok itt, ordibálok, meg minden, akkor ezen látom az OBS-t is, ugye be van minden állítva, meg ilyesmi, és akkor látom, hogy megy a felvétel, jól van-e beállítva, streameléshez is pont jó, meg tudjátok, két billentyűzetem van, ezt szoktam használni, úgymond, ha nem videózok, ezen szoktam irkálni, ez pedig a játékok közben szoktam, a stream asztalom, itt szoktam streameket folytatni, YouTube-on, Twitch-en egyaránt, ugye itt van az alzagép, nagyon világít, csilli-billi, anélkül nem is lenne gamergép, hogyha nem világítana össze-vissza. A gép tetején szintén szobrok, mert szoborbániás vagyok, Vegeta, robotok, ugye még egy Assassin's Creed szobor, ugye itt is vannak hátul poszterek, Black Panther, Deadpool nem kell bemutatnom, Avengers Infinity War, és a kedvencem, ugye a széket be sem mutattam, elnézést kérek, ugye AK Racing, Owen McCrae legjobb széke, sok mindent kibírt már, rajta van a Bendy, plusz amit születésnapomra kaptam barátnőmtől, Laurától, és hát ugye az első, a leges-legelső poló sapka, ami a csatornának ikonikus jelképévé vált, azóta már rátettem egy Owen McCrae kis kitűzőt, de ez volt az első poló sapka. Itt is két monitor található meg, első, második streameléshez, ugye egy Cerberus mechanikus billentyűzet, egy világító egér, ami világít, mint az állat. Én nagyon szeretem, ha világít valami. Itt is vannak ilyen kis szoboskák, és ugye itt van a Stream Deck, és elvileg ez nagyon sokat fog segíteni majd a live-ozáshoz, ugyanis ezzel a kis kütyüvel sokkal könnyebben fogok tudni jeleneteket váltani. Tehát nem itt kell majd nyomkodnom a jeleneteket, tudod, nem itt, hogy bu-bu-bu, hanem itt így nyomok egyet, például ott van beállítva, hogy várakozó, gamecam, megnyomom, hogy stream, és már streamelnék is. Itt bal oldalon látható a Nintendo Switch, amit egyébként utazáskor magamnál szoktam hordani, mert nagyon-nagyon-nagyon leköti az embert, nem unatkozok, szoktam játszani. Ott van egy Venom, az egyik kedvenc gonosz, úgymond szuperhősöm, aminek egyébként már nagyon várom a filmjét, mert nem sokára kijön. Még egy szobor, Far Cry 5-ös, The Father, nagyon tetszik ez a karakter, a játék is nagyon tetszik, már végigvittem. Ugye ott van a Lamax 10 Taurusnak úgymond a dobozza, és ott van a nem fókuszál rá! Esetleg Owen McCrae-nél vagy és szomjas lennél, akkor légy szíves, hagyd szolgáljalak ki. Mit szeretnél inni? Vizem van, meg minden cukros cucc. Ne ígyatok ennyi cukros cuccot, mert meghisztok, mint Owen McCrae. És hát akkor megmutatnám így lekapcsolt állapotba az egészet. Úgy világítok, mint egy, majdnem mondtam valamit. Mi a kedvenc színed? Milyen színt szeretnétek látni? Wow! Szóval srácok, ennyi igazából. Itt szoktam készíteni nektek a videót. Azt ugye sosem fogom elfelejteni, hogy hol kezdtem. Tudom, hogy így elsőre nagyon brutálul néz ki ez a dolog, de nagyon sok munka van benne, higgyétek el. 4 éves munka. Vehetitek ezt úgy is, hogy a videózás az nem munka, de higgyétek el, igen, és nagyon sok meló van vele. És én sose felejtem el, hogy honnan kezdtem, milyen setup-pal kezdtem, és mindent megbecsülök, amit nekem az élet ad. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, ha tetszett nektek a szobás videóm. Nem így kéne kiköszönni, nem? És remélem, hogy ezt a fajta témai videót majd nagyon sokszor szeretnétek látni a csatornában, ugyanis valószínűleg lesznek most már ilyenek is a csatornán, illetve a másik csatornán. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, bármi kérdésetek van, bármivel kapcsolatban, írjatok nekem e-mailt, nagyon szívesen adok tanácsot, illetve segítek nektek, ha bármi kérdésetek volna itt bármivel kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, és hát remélem örültök, hogy megcsináltam ezt a videót, ha ti akartátok. Találkozunk a következő videóban, addig is minden jót kívánok, és sziasztok! Hogy kell?